Digitéka címmel Erdélyi Digitális Tudománytárat hozott létre az Iskola Alapítvány és a Jakabfi Ellemér Alapítvány. Ebben olyan magyar nyelvű napi és heti lapokat, illetve folyóiratokat tesznek közkincsé, amelyek az erdélyi és később a romániai magyarság nyilvánosságát jelentették a 19. és a 20. század folyamán. Egy pár kattintás a digitéka.ro honlapon, és elénk tárulnak az elmúlt évszázadnak az erdélyi sajtó hasábjain rögzített eseményei. A Sepsiszentgyörgyön szerkesztett Megyei Tükör nevű lap például 50 évvel ezelőtt, 1969. szeptember 6-án címlapon hozta Nikolai Ceausescu teheráni látogatásának hírét. A többszörösen összetett mondatok, a nyilvánvaló túlzások ma már megmosolyogtatóak, de számos komoly és értékes tartalmat is rejtegett a digitéka. Elérhető például az utunk, a korunk, vagy a Reményik Sándor és a Nyírő József neve által fémjelzett Pásztortűz folyóirat is. Esetleges szándékunk az, hogy a jelentősebb lapokat digitalizáltassuk, amelyek a 20. század folyamán és lehetőleg a 19. század folyamán az Erdélyben, Pártszínvonbánságban a helyi magyarság, vagy az erdélyi kelet-magyarországi magyarság hétköznapjait kiszolgálták, arról tudósítottak. A munkacsoport eddig 6 erdélyi napi és heti lapot, valamint 9 folyóiratot digitalizált. Ez összesen 550.160 oldalt jelent. Ezt a számot szeretnék minimum megkétszerezni.